Üdvözlöm Önöket, ez itt a Manikűr. Nemrég a Pörnés székhelyén jártunk, ahol egy újabb fotózásra készültek éppen. Megragadtuk az alkalmat, és benéztünk egy kicsit a kulisszák mögé. Természetesen megörökítettük, ahogyan Pető Henrietta, manikűrös, gyönyörű körmöket varázsol. A képek magukért beszélnek. Nézzék csak! A mai nap folyamán egy fotózás lesz itt a Pörnész romániai székhelyén. Ugye a múltkor is volt egy tavaszi fotózásunk, egy szakmai lapnak. Most egy nyári kiadás lesz, a tematikája az Amerika. És ha már Amerika, akkor miért ne lenne szabadság? És ha szabadság, akkor mi arra gondoltunk, hogy a modellnek mind a két kezén különböző körmök lesznek. Különböző termékekkel fogják ezeket elkészíteni. Bal kezemen mandula formájú körmöt építettünk, ami Fiber X Pink típusú építőzseléből készült. Hétköznapokra kellemes viselet, mivel ez egy rövidebb típus, illetve a témája a szabadság, illetve az amerikai zászló volt, és ezek a színek is dominálnak rajtam. Különböző csillagok, vonalakat lehet majd látni az Amerika zászlójából inspirálódva, és ezeket premium finish színes zselével festették meg. Egyébként az amerikai zászlónak a színei nyárra nagyon ideális viselet lehet. A másik kéz viszont hibrid poliakrilgélből készült, ez a legújabb termékünk. Ami tudni kell a két termék különbségéről az, hogy például a hibrid poliakrilgélre sokkal gyorsabban készítették el a körmöt. Ezt a körmöt majd színes gyurmazselével díszítették, ilyen kis virágszirmokat, illetve virágokat készítettek el, amely 3D-s hatást ad a körömnek, vagy a körömdísznek. Ennyi volt mára a manikűr. Tartsanak velem következő alkalommal is, amikor a legaktuálisabb témával jelentkezem, ami nem más, mint a nyári minták, illetve színek. Ezekről fogunk beszélgetni kedves manikűrösömmel, Pető Henriettával. Várom Önöket 2 hét múlva 1:25 perckor. A viszontlátásra!